Alapos bemelegítéssel készülnek az edzésre a Spartan Training Group tagjai. Az edzéssel alapoznak a mára-már hazánkat is elérő Spartan Race akadályverseny őrületnek. A Spartan Race verseny nem más, mint egy Amerikából induló akadályverseny sorozat, ahol a résztvevők egy kijelölt pályán változatos terepviszonyok között futva haladnak, eközben pedig különféle akadályokon kell átkelniük. Lassan 3 éve Szekszárdon is felkészülhetnek a megmérettetésre a vállalkozókedvű, kihívásokat kereső emberek. Nagy Ákos is a kihívást kereste, nagyjából 1 éve tagja a szekszárdi Spartan közösségnek. Nagyjából 1 évvel ezelőtt csatlakoztam a Spartan közösséghez, én is kihívást kerestem, mint a többiek. Nem is tudtam a létezéséről, hogy ilyen lehetőségek vannak, pláne nálunk. Aztán teljesen magával rántott a Spartan világa, elolvastam utána a Dessénának a könyveit, utána jártam, hogy ez hogy működik, és nagyon izgatottan vártam azt, hogy eljussak az első versenyre. Nagy Ákos azt is elmondta, hogy a versenyeken le kell győzni a saját korlátait ahhoz, hogy végig tudja csinálni az akadályokkal nehezített pályát. Ehhez nem csak futni kell, ehhez le kell győzni a saját korlátainkat, mert ha csak futni kellene, akkor igazából egy futóverseny is elég lenne hozzá, de minden egyes versenyszámban, minden távon különböző akadályokat kell teljesíteni. Egy akadály például egy dárdadobás, vagy akadály egy monkey bar, de az is lehet akadály, hogy meg kell mászni valakinek egy több mint 2 méteres falat. Van, hogy ezeket az akadályokat sárasan, vizesen kell teljesíteni. Igen, tesznek bele olyan kihívásokat néha, hogy mondjuk át kell kelni egy patakon vagy egy tavon, és utána vizesen kell neki menni egy nagyon csúszós falnak. A Spartan egy életmód. Bátorság, kitartás, szenvedély. Legyőzni saját magunkat, túllendülni a fizikai korlátainkon. A csoportos edzések 1-1,5 órás időtartamúak, és a futás mellett különféle sporteszközök segítségével zajlanak. A saját súlyos feladatokon túl súlyzókkal, gumikötelekkel, kötélmászással, TRX kötéllel is végeznek gyakorlatokat. A cél az, hogy minél több izomcsoportot megmozgassanak és felkészítsék a testet a versenyeken való extrém kihívásoknak. Kerényi Krisztina, Spartan Training Group alapítója elmondta, hogy 2019 óta vannak jelen a szekszárdi sportéletben. Itt Szekszárdon 2019 óta van, ezt én gondoltam, hogy itt szeretnénk egy ilyet alapítani, mert én Győrből költöztem ide, és ott már van. 2014 óta van Spartan itt Magyarországon. Hát általában évi 3 verseny van, és ott különböző távok lehetségesek. Tehát van egy ilyen kezdőtáv, egy sprinttáv, van egy szupertáv, aki már egy kicsivel több kihívást érez magába, és van egy víztáv, az meg már egy 21 kilométeres, és itt plusz akadályokat kell teljesíteni. Az edzések azonban nem csak azok számára lehetnek hasznosak, akik versenyre készülnek, kiegészítő sportként bárki részt vett az edzéseken, aki szeretné fejleszteni állóképességét, gyorsaságát, robbanékonyságát, ügyességét, és a teljes testét formálná gyorsan és hatékonyan. Jelenleg a nők vannak többségben a szekszárdi csapatban, ők inkább az alakformálás miatt választották ezt az edzésformát.